én zászló volnék, soha sem lobognék. Bródy János örökérvényű szerzeménye is elhangzott az elhurcoltak emlékét őrző emlékhelynél. 1944 őszétől több mint 800 ezer magyart hurcoltak el több éves kényszermunkára hadifogolyként vagy internáltként a Szovjetunióba. Közülük sokakat a II. Világháború után is 5-25 évre száműztek a gulág rabtelepeire. Az országgyűlés 2012-ben nyilvánította november 25-ét a Szovjetunióba elhurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapjává. 1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezhetett haza a Szovjetunióból. Az emlékezések, a fülhajtások, az emléknapok segítenek abban, hogy felderítsük azokat a borzalmakat, amik a 20. század történelmi vérzivataros időszakaiban jellemzőek voltak Európára. Kötelességünk a fülhajtás, kötelességünk az emlékezés, hogy emberségből és tisztességből példát mutassunk. A Vörös Hadsereg 1944. decemberében kiadott napi parancsára gyűjtötték össze a férfiakat 17-től 45 éves korig, és a nőket 18-tól 30 éves korig. Édesapámat vitték el, én akkor 7 éves kislány voltam, első osztályba mentem, és csoportosan nem innen Nyíregyházáról, hanem Nagylónyáról, Bereg megyei kisközség, és ott 175 embert beállítottak szépen sorba. Én a hídról néztem, az Árok hídjáról, hogy vonulnak el előttem. Dobtáras orosz katonák kísérték két oldalt őket, elől, hátul, úgy mentek, mint akik rabok. Pedig nem olyan szándékkal mentek, hogy rossz szándék vezette volna őket, mert szívesen mentek, azt mondták ezek az emberek, hogy nehéz fizikai munkát végzünk, kibírjuk ezt a 3 napot, és szívesen csináljuk. Az elhurcoltak számára gyorsan nyilvánvalóvá vált, hogy munkájukra nem 3 napig, és nem elsősorban a romeltakarításban számítanak, hanem kemény kényszermunkát kell végezniük valamelyik szovjet iparvidéken lévő bányában vagy építkezésen. Elvették tőlük a jó ruhát, amiben mentek, csizmát, meleg ruhát, és rongyokba öltöztették, természetesen megfáztak. Az édesapám fiatal ember, munkabíró ember volt, és meghalt következő év, 45. április 4-ével lett holtányit, nyilvánítva. Úgyhogy én pedig itt maradtam a nagyszülőkkel, és ha jó Isten nem adott volna nekik erőt, hogy felneveljenek és gondoskodjanak rólam, most nem lennék itt. Az elhurcoltak közül 200 ezeren soha nem tértek haza a Szovjetunióból.